Én nagyon szeretek szabadtéren játszani. Ugye mi játszottuk a Pszichét is, a Jánosit is szabadtéren, és ez mindig egy különleges, ugye az mindig adaptálni kell a helyre, mindig más energiája van, hogy milyen a tér, hogy van egy kis domboldal, vagy sík, vagy hogy vannak a fák, hogy nem. Szóval ezért ebből kifolyólag, hogy éppen esik az eső, vagy dörög a háttérbe, vagy süt a nap, és izzadunk. Szóval az mindig egy nagyon különleges, én nagyon szeretek, mert mindig van egy új izgalma. Alapvetően izgatott vagyok, van egy kis félelmem is, hogyha tényleg ott lesz az a remélhetőleg nagy tömeg, akkor az hogy fog rám hatni. Alapvetően megmondom őszintén, ez tulajdonképpen ez egy önző dolog, de igazából én mint ember várom a dolgot. Nem is eredetlenül mint színész, hanem mint embernek milyen élmény lesz az. És hát arra fogalmam nincs. Tehát el sem tudom képzelni, hogy milyen hatással lesz ez a lelkünkre. Jézus története és az egész az evangélium az alapvetően egy örömhír, és alapvetően egy boldogságot hoz. Kellene, hogy elhozzon, és hát remélem, hogy azt is hoz el mindenkinek.